Kedves nézőink, VNTV, Mi van attól a televíziót láthattok. Ezen belül is a Zöldvér programot szeretném nektek elmesélni. Már lassan 15 év óta zöld porokat, koncentrált élő szállítmányokat forgalmazunk, és körülbelül évente 100-szor megkapom azt a kérdést, hogy ez mitől jó, hogy nincs benne vegyszer, hol, mikor, milyen módon aratunk, hogy szárítunk, stb. Stb. Ebben az évben, májusban, mint minden évben, rendszeresen futkározok itt Fót környékén, és ez a kis mező, amit most éppen láthattok, ez májusban ilyen gyönyörű, szép zöld, ahol egyébként éppen búzát vetettek ősszel, és ez most a búza tavaszi hajtása, amit itt láthattok. Ide behúzottam a búzamező közepében, legugoltam, hogy lássátok, hogy milyen magas az a búzafű, amiből tulajdonképpen a búzafű por készül, és egy kis folyamatot mindjárt elmagyarázom, és már is sok mindenre választ kaptok. Májusban még nincsenek azok a kártevő korokozók, amik károsítanák ezeket a növényeket, hogy permetszert kelljen használni. A nap energiája még itt van a fűben, itt dobog benne, tehát amikor füvet aratunk, akkor még az összes nyíló energia ott van ebben a koncentrált anyagban, és ezt követően ezt testhőmérsékleten szárítjuk, és ebből lesznek a búzafű por, búzafű tabletta, búzafű kapszula, ami egyébként az egyik legnépszerűbb termék. Hogy miért fontosak a zöldek, a zöld vér? A zöld vér az nem más, mint a nap vére, a klorofil, ami sosem jön létre egyébként a nap nélkül. Ugye van élet elvileg nap nélkül, mert már találtak több száz méterben, barlangokban, megfelelő meleg környezetben zöld élet nélküli életet, de mi most arról beszélünk, amihez nekünk közünk van. A zöld a klorofilban az nem más, mint egy speciális vegyület, aminek a szívében ott dobog a magnézium, a zöldvér lugosító program legfontosabb tagja, és gyakorlatilag ez a zöldvér válik vörös véré a hemoglobin formájában a testünkben. Amikor energiáról beszéltek, ezt a kis spirált ide futótársaimmal raktuk ki, aminek pont a közepén átsorgom. Nem tudom nektek elmagyarázni, hogy itt milyen energiák vannak, de amikor a búzafű por levét iszogatjátok, akkor ugyanezt az energiát érzitek, ami itt a tavaszi, májusi napsütésben, itt most délelőtt én átéltem, megéltem, és olyan félelmetes energiát ad futás közben is. Nem tudok már nektek zöldről beszélni, meg kalóriáról, meg tápanyagról, hanem csak energiáról, hogy a nap vére a mi vérünké válik, ettől vagyunk erősek, és garantáltan mi is ezt a zöldet fogyasztjuk, és nem kívánunk nektek mást adni, mint amit nap mint nap mi is elfogyasztanánk. Ennyit a zöldvér programról, és minden több további kérdésetekre szívesen válaszolok.